Ami, az kicsit. Ezt szeretnéd? Tessék. Gagyogunk, comizunk, de jó dolgunk van. Aj, nekem. Na és itt mi újság van? Ó, minden csupa mocsok. Ledisznóztad magad? Gyere ide. Hopp! Hoppá! Ügyes. Reggelizünk, srácok, egyetek. Itt vagyok, lejössz? Akkor várlak. Jó reggelt, kincseim! Szia, mama! Sziasztok, drágáim! Ez lesz az első karácsonyuk, valahogy próbáld megoldani. 8 hónaposak tesznek a karácsonyra. Csak nem randid lesz? Egy munkatársad? Miért nem válaszolsz, az anyád vagyok? Nyisd már, késésben vagyok. Milyen a srác, ismerem? Ha? Nem is értem, hogy bírod ki egy évig pasi nélkül. Vagy titkolsz előlem valamit? Ha? Jaj, de nehéz itt valaki. A mama most elmegy. Jó napot! Jó napot! Már is jövök. A képviselőm. Nem rossz, mi? Szédületes. Mondd, hogy áthelyeztek délre. Meglátod, hogy reagál, ha? Várj csak, épp most jött meg. Most parkol le. Kösz, Antoine. Nincs mit, csak ügyesebb. Au! Ó, te jó ég! Nagyon fáj. Nem. Azért egyben maradsz. Túlélem. Hová kell mennünk? Oda. Halott vagy. Elég az elbocsátásokból. Kicsit azért csántítasz. Boaden. B-O-I-D-I-N. Sejtik, ki tehette? Nem. Azért... Igen? Konkrétan senkire sem gyanakszunk. Leépítés... Ősszel sok embert kellett elbocsájtanunk. Ez mindig fájdalmas. Mindenkinek, higgy el. Ez hány embert érintett? 71-et. Az nem kevés. Kérnék egy listát. Bocsánat. Halló? Igen. Nem, még nem mondtam, helyszínelünk. Rendben. Uraim, köszönöm. Na akkor várom a listát. Rendben. Legalább 2 követték el, és nézd, ott áthúztak valamit. Nem érdekes, most hívott Anta, a Mardikban vár ránk. Moreno hadnagy a Dönkerki őrsről. Menjen csak! Ezt vedd fel. Rendben, vettem. Megyünk. Vihetik a hullát. Mit keres itt, Lucy? Tudom, hivatalosan csak januárban lép be, de mindenki szabadságon van. És Rafael tud róla? Majd megbeszélünk. Várom a parancsot, és küldöm a jelentést. Kihallgatom az anyát. Tonnányi új lenyomat és DNS nyom van. Az ablakon, a földön. A DNS jó lesz, viszont az új lenyomat használhatatlan. Kesztyűt nem viselt. Zsírnyomok vannak, de csak az újak kontúrjai látszanak. Ezek szerint a gyilkos keze megégett. Az lehet. Melody Künár, 12 éves. A folytogatás nyomai alig észrevetőek, különösebb sérülései nincsenek, éjfél és 3 között halt meg. Boncolás után többet tudok. Mikor beléptem, azt hittem még él. Erőszagot éreztem. Talán bőrszagot. Mosolygott, tágra nyílt szemmel. Hogy találtak rá?
Az anyja, Madame Cunard, bejelentést tett hajnali 4 órakor. A férje idejött, hogy kifizesse a váltságdíjat. Azóta nem látták. Stan, a szakértő azt mondja, valaki elgázolta. Szerinte a sofőr szépen elvitte a hullát és a váltságdíjat. 2 millió eurót.